Tűzvédelmi szempontú műszaki vizsgán kell átesnie minden arató csépőnek, gabonát és szalmát szállító és préssel dolgozó traktornak és a községben. Az idei évben is a tűzvédelmi felügyelők szigorú és gyakori ellenőrzésekre lehet számítani kint az utakon és a földeken, és magasak a büntetések is, ha olyan gépet találnak, amelyik nem esett át az ellenőrzésen. Ezért a tűzesetek számának csökkenése véget szervezik meg minden évben a Községi Tűzoltó Szövetség tagjai az akciót. Az illetékesek, mint mondják, az egyik legfontosabb alapfelszerelés a szikrafogó. Legelső sorban a gép műszaki állapotát nézzük. A vezetékeket, a motor külső állapotát, tehát nem szabad, hogy olajos legyen, és a után ugye a tűzvédelmi szempontból érdekes, illetve követel dolgokat fogjuk ellenőrizni, úgyis, mint a szikrafogó, a készülék, ásó, lapát, és Egy gép felszerelése pár ezer dinárból kivitelezhető, viszont ha nincs és tűz lesz, sokkal nagyobb kár keretkezik. Ezt jól bizonyítja a napokban kigyulladt traktor, pótkocsi és annak szállítmánya, amely perceken belül szinte teljesen leégett de ez mellett számos tűzesetet jegyeztek be az aratási időszakban, amely nagy károkat okoz a legtöbb esetben. Ezek többségét pedig az ellenőrzések elmulasztása okozza. Pont a szárassága az, ami a legerősebb faktor a tűz keletkezésében, ugye akkor kezdődik az aratás, amikor már száraz minden, és ilyenkor egy kibukkanó szikra a kipufogóból képes felgyújtani egy komplett tarlót esetleg, vagy mint ahogy a napokban is történt, ugye itt Magyar Kanizsán a török kanizsa felé vezető úton a, a gazda nem, nem tett szikrafogót a kipufogójára, a traktornak, és felgyújtotta a saját vontatmányát tulajdonképpen körülbelül 400 bála, Heré, nem herét, hanem ö, szénát, ami a takarmányként szolgál az állatoknak, ezért saját magának hatalmas kárt okozott, a pótkocsijai is leégtek, megégett a traktorja is, úgyhogy ö, ezért is érdemes, tehát ö, nem, csak maguk, nem csak, magunk, hanem a mások ö, tulajdonának a, a megvédése céljából is ezt az ellenőrzést elvégeztetni. A községben közel két hét alatt 100 kombány és 400 traktort ellenőriznek le az illetékesek Június 14-én és 15-én szerdán és csütörtökön pótnapot tart a bizottság, amikor az indokolt okokból, vizsgáztatásról távol maradt géptulajdonosok kereshetik föl. Ha valaki a gépet nem tudja a megadott helyszínre hajtani, azt jelentse a megadott helyszíneken, vagy a vizsgáztatást végző bizottság 063 554 996-os telefonszámán munkanapokon 8 órától 14 óráig.